Ott áll egy fűnyíró a rét sarkában, most már értem, hogy miért ilyen rövid a fű az észtőbb réten. Korábban volt ebből probléma. Biztos, hogy távcső ez? Szerinted, Pető Gabi? Szerintem fűnyíró. Szerintem is. Mennyi az órabére egy ilyen fűnyírós cégnek? Egy nagyon érdekes távcsövet látunk itt a rétperemén. Mi mutatnád nekünk, Kristofori Szabolcs? A tükör az egy 200x1004-es, régi urániás tükör. Egyik érdekesség az, hogy itt igazából nincsen cső. Egy aluprofilra van felépítve az egész szerkezet, így változtatható a hossza, hogyha más tükör kerülne bele. Így igazából nem kell várni arra, hogy kihűljön az egész rendszer, kiteszem és azonnal használható. Viszont fényszennyezett helynél azért ez problémás, hogy igazából semmiféle árnyék nincs. De sötét égnél ez semmit nem jelent. Több éve dolgozok rajta, minden évben egy kicsit át van alakítva, mindig így a tapasztalatok alapján. Ez a dőskerekes áttétel, ez most van kipróbálva, ez az idén készült el. Mind a két tengelyt léptető motor viszi. Ezek Powermax motorok, 200 lépés per fordulat. És mind a két tengelyt egy négyszög enkóderrel mérem. Ez egy Zeiss enkóder, 1024-es leosztású, ezt négyszeres felbontással lehet kiolvasni. Úgyhogy egy kört 4096 részre oszt le, az körülbelül 20 másodpercnek felel meg. Az egész elektronikát, van hozzá egy központi vezérlő, ezt egy DSP 33 LP-s mikrokontroller viszi, és a léptető motoroknak a végfok IC-je is ugyanarra az alaplapra van téve. Plusz van hozzá USB soros konverter, tehát laptopra is rá lehet majd csatlakoztatni. És ezt az egészet egy kézi vezérlőn keresztül működtetem, ez egy érintőképernyős, ennek igazából más feladata nincsen, mint hogy az egész menürendszerét ezzel kezelem. És ennek a résznek, a központi résznek nincsen semmi más beavatkozási lehetőség, mint ez. A nyáklapon van ugyan néhány nyomógomb, de az csak a felélesztéshez kell. Ezen kiolvashatóak a koordináták, az, hogy éppen hol tart a távcső, referencia csillagot lehet bent választani, akár billentyűzet alapján, akár lista alapján. Listára rálépek, kiválasztok egy vezetőcsillagot, vagy referencia csillagot. Ja. Tehát ha például kiválasztottam a Vegát, ráállok a Vegára, azt mondom neki, hogy kész, akkor átveszi a Vega koordinátáit, és onnantól kezdve ezt viszi magával. Be lehet állítani a motoroknak a futását többféleképpen. Úgy írtam meg a programot hozzá, hogy 20 alatt egyesével lehessen léptetni, tehát 1, 2, 4, 19, 20, utána pedig tízesével föl lehet léptetni egészen 300-ig. Most mondjuk 200-nál itt már lehet is látni, hogy viszi a távcsövet. Ez most körülbelül 200-szoros csillag, hát nem körülbelül, hanem ez 200-szoros sebesség. Alig hallani a motort. Igen, ez most feszültséggenerátoros módban működik, ennek az egyik előnye az, hogy halkan viszi a motor, tehát semmiféle felharmonikus nincs bent, viszont így magasabb fordulaton már csökken a nyomatéka. Ez most folyamatban van, hogy ezt átírjam áramgenerátorosra, maga a hardware az alkalmas rá, a szoftverkárt még egy kicsit tuningolni. Akkor finomabb lesz a motorjárása, egyenletesebb lesz, viszont annak az árán, hogy utána már lesz hangja. Nem félsz, hogy valami beleesik a főtükörbe? Hát még nem volt rá példa, és ez így működik már 10 év óta. Ez igazából tubusban soha nem volt, mindig egy ilyen aluprofilon működött. Voltak már ennek korábbi változatai is, de maga a cső, vagyis hogy a csőnek a hiánya az állandó. Kérdezzük meg, hogy mi ez a kis kütyű? Akkor megkérdezzük. Melyik? Ez? Ott a távcső, nem távcső, távcsövetlen a rúdon. Tehát ez a kis ez egy lézer pointer, ez egy zöld lézer, igazából a pólusra álláshoz használom. Ugyanis a koordináták nagyjából hülyeséget mérnek addig, amíg ez nincsen a pólusra állítva. Ez kiad egy referencia impulzust, azon egyszer át kell buktatni, úgy van megírva a program, hogy csak egyszer érzékelje, akkor azután már be tudom állítani a sarcsillagra, az óratengelyt pedig befordítom a csillagok alapján. Amikor ez megtörtént,
akkor ezekkel a lábakkal beállítom pólusra, akkor használom a lézert, először a lézert, utána az okulárt. Ha már póluson áll a távcsi, akkor onnét egyszer áthúzom a vega vagy bármi más irányába, akkor már nem fogja érzékelni a referencia impulzust. Vegát megkeresem, vagy valamelyik másik listából választott csillagot. Referencia csillag, oké, és akkor onnéttól kezdve ezt a koordinátát viszi. Vezérlőbe be van ült, égetve most már az NGC katalógus, a teljes, az, hogy azt még használni is tudjam, tehát hogy gotó funkcióba menjen, vagy a koordinátákra rá lehessen irányítani, az most még folyamatban van. Úgyhogy a gotó az még nincs megbent. Nagyjából néhány szoftvermodul elő van készítve. Egy jóval kisebb távcső a következő célpontunk. Nem is látszik a temerüléstől. Ez lenne az? Szia, Ricsi! A VLT. VLT? Very Little Telescope. Van rajta egy Very Little sáska vagy szöcske? Ez a méretarány, ő mutatja a méretarány. A következő távcső tulajdonosunk Nagy Richard. Mit tud ez a távcső? Hát szervusztok, és hát örülök, hogy elhozhattam, megmutathattam. Ez a távcső mindent tud, amit egy távcső tud, csak pici. Szegedi Egyetemen készült, ablaküvegből, PVC műanyagcsőből, kültímre esztergálta alumínium darabkákból, saját kezűleg csiszoltam körülbelül 40 órányi polírozással a tükröt, aztán leezüstöztük, ami megsárgult, azt lemartuk, majd bealumíniumoztuk, ami átütött az ezüstön, úgyhogy nagyon jó hold, megfigyelésre alkalmas, egyébként arra vár, hogy újra tükrözzem. Maga az optika, azt mértük lézerrel, vörös fényben, ez a klasszikus 650 nanométeres vörös fényben, lambda per 6 és feles, egész precízen, és 50/555-ös az alap paramétere. 50 az a... 50 átmérőjű, 55, ugye minden milliméterben mondok, 50 átmérőjű, 55 fókuszú, és az egész annyit tud, hogy a hónom alá csapom, és kimegyek vele akár a kocsma mellé bemutatni. Megcsináltam a mechanikát úgy, hogy egy fiahordó felszereléssel, meg fókusz végtelen szerező barlóval tudjak vele megfelelő mértékben hát vezetni, és akkor egy ilyen 10-20 perceket is akár el lehet vezetgetni vele, egy alapobjektívvel lehet. Ez a régi klasszikus tejút, fotók, egyebek. Néztem vele bármilyen jól látható bolygót, egy kicsit jobb, mint egy binokulár. No, azért szerény vagy. Nem, csak perfekt, legalábbis optikailag. A cucc az tényleg precíz és lézerrel tesztelt optika, amire tényleg büszke vagyok, így saját kezüleg. Nyeszeteltem kint Szegeden, az optikai műhelyben. Ez a szöcske nem akarja elhagyni a távcsövedet? Megszerették egymást. Tegnap éjszaka volt szerencsénk kipróbálni, a plejádokat néztük vele. Van itt köztünk egy-két szakember, aki meglepődött azon a képen, amit lát benne. Tulajdonképpen az optikát, ezt kivenném belőle, ezt az okulárt, mert ez rontja el a képet. Egy jobb okulárral egészen precíz képet ad. Le kell foncsorozni, ez most tény, de ezen kívül maga az üveg jó. Ez a tábor legkisebb tükrös távcsöve valószínűleg. Gratulálok a készítőjének, és köszönöm, hogy elhoztad. A szöcske most megindult egy kicsit. Örülök, hogy sikerült ilyen nagy érdeklődő tábort ide csalni a távcső köré. És hát nagyjából annyi az összehasonlítás véget, hogy ez az egész kollekció nem került többen, mint 5000 forint. Így az üveggel és a műanyagcsővel együtt, ami néhány száz forint volt, Imre bácsi megcsinálta nekem egy ezresért a végét, meg 2000-ért a közepét, alumíniumból, tehát így gyakorlatilag ami érték, az a hama állvány, amit valójában sokkal jól ismernek. Mindenféle ilyen Tesco-ból, meg
hasonló színvonalas és komoly optikai boltokból. De jó szolgálatot tesz, ha egyszer lerögzítem, már nem lötyök többet, és akkor lehet vele jókat észleni. Ki kell, hogy javítsalak, a legfőbb érték az a te kezed munkája ebben. Nagyon szépen köszönöm. Horváth Edit és Horváth Botond. Botond a legfiatalabb tükörcsiszolónk szerintem itt a táborban. Mutatkozz be, és főképpen a munkádat mutasd be, kérlek. Horváth Botond vagyok, és ezt 2 évvel ezelőtt csiszoltam ezt a tükröt. 4 napig volt csiszolva, általában reggeltől estig. Itt csiszoltál a táborban? Igen. Itt a táborban. És a tükör adatait ott meg lehet nézni az asztalon. Be István segítségével készült a tükörcsiszolás. Ő volt az, aki az utolsó simításokat megcsinálta a távcsőn, és az egész csiszolási munkát irányította 2 évvel ezelőtt, és hát a teszt is tőle származik. Azt hiszem, hogy a képek a hozzáértőbbeknek magukért beszélhetnek. Ehhez én sem tudok többet hozzáfűzni. Az összeépítés, azért pedig most már Szuhács Attila, aki lassan előlép családi távcsőépítővé nálunk, mert az én piroskámat is ő építette össze. Az összeépítés az az ő munkája. A cső az egy, a csepeli papírgyárba vágattuk méretre, az egy elég masszív. Vastag. Igen, 9 egy mm vastag. Ott lehet kapni csövet? Aha, hát igen. Igen, ezt is az Attila tudta. És hát van rajta egy standard 950-es kereső, egy régi egyszerű kis óragép, és hát a régiek ismerik valószínűleg a mechanikát, egy Gemini BT G10-es mechanika, ami itt a baráti társaságban forog körbe, és most jutott el hozzánk. Hát ez egy olyan 15 évvel ezelőtti modell. Igen. De fókuszírozunk. Igen, de abszolút működőképes, és hát a napszűrő, ami szintén a piroskáról került át, ezt most készítettük az adaptert hozzá már ebben a táborban. Többek segítségével barkácsoltuk össze. Igen. Szeretitek ezt a távcsövet? Hát nagyon. Nagyon. Igen. Igen, tehát büszke vagyok rá nagyon, hogy egy ilyet megcsinált, és hát jól sikerült a tükör, mindenki azt mondja, tavaly Berente Béla tesztelgette egy kicsit a Kiskuntáborban, és hát az ő meglátása szerint is nagyon jó, és hát itt is többek már néztek bele, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, akár majd későbbiekben a napot meg lehet benne nézni, vagy este is fogunk még egy nagy adagot észlelni, meg lehet nézni, hogy 10 éves gyerek mit tudott csiszolni. Úgyhogy köszönjük szépen a meghívást, és gratulálok nektek. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük szépen.